A Jászhegyi Szolnok megyei főügyészség 2022. május 23-án életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat azzal a 30 év körüli férfival szemben, aki a vádirat szerint 2021. március 13-án délután 16 óra körül Újszászi házában féltékenységből összeszólalkozott, majd összeverekedett volt élettársa új párjával, akit a dulakodás közben előbb a földre lökött, majd az előtte térdelő férfi mögé lépett, és egy 19 cm penge hosszúságú késsel kétszer hátba szúrt. A férfi közvetlen életveszélyes sérülést szenvedett, de életben maradt. Körülbelül 8x2 cm-es felületes szúrcsatornával rendelkező szúrtsérülést a hátbőrén jobb oldalt, közvetlenül a gerinc mellett, az alsó háti gerinc szakaszon függőleges lefutású, körülbelül 3,5-4,5 cm hosszúságú, bemedő nyílású a gerinc irányába haladó szúrcsatornával rendelkező szúrtsérülést is elszenvedett. A hát jobb oldalán lévő szúrtsérüléssel összefüggésben jobb oldali traumás légmell alakult ki, mely 8 napon túl gyógyuló, közvetlen életveszélyes sérülésként értékelhető. Az ügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetésére és a vádlott kihallgatására került sor.